Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Rózsa Sándor, Karcagváros jegyzője. Üdvözlöm jegyző urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, és én is köszöntöm a város lakosságát, minden választópolgárt. Április 3-án vasárnap kerül sor az országgyűlési választásokra, és a gyermekvédelmi népszavazásra is egyaránt. Nagyon fontos szavazásról és népszavazásról van szó. Egy-egy mondat erejéig beszéljünk róla, hogy miért jelentős ez most az országunk életében. Hát talán kezdjük azzal, hogy országos népszavazás lesz. Én azt hiszem, hogy ezt nem kell taglalni. Elég sok médiafelületen megjelent a közelmúltban, hogy milyen kérdésekről van szó, és a kormány kíváncsi a lakosság véleményére. Ennek jelentőségén azt hiszem, hogy a belpolitikán túlmutat. A másik, az pedig az országgyűlési választás, ami ugye 4 éves ciklusonként a választási ciklus lezárásaképpen egy új ciklus előtt megmérettetnek a polgárok, és nagy jelentősége van az, hogy milyen politikai összetételű lesz a következő országgyűlés, és erre kerül most sor április 3-án a köztársasági elnöki tűztel. Beszéljünk majd a választás menetéről, nyilván a választópolgárok szempontjából is nagyon lényeges, hogy hogyan tudja valaki az érvényes voksát leadni majd, illetőleg a jelöltekről. Hát talán kezdjük azzal, hogy 12-én szombaton elkezdődött a kampány, illetve elkezdődtek az aláírásgyűjtések. Ennek azt hiszem, hogy sok választópolgár már a tanulja lehetett, hiszen leadták a ajánló évekre az ajánlásokat. Vissza is hozták már szombaton a választási irodába egy néhány párt. Hát természetesen a két legnagyobb párt a Fidesz és az ellenzéki pártok visszahozták, illetve a Mi Hazánk mozgalom is visszahozta. Ezeknek az ajánlásoknak a vizsgálata történik most meg, és a választási bizottság, a választási körzet választási bizottsága, tehát a Jászlónkun Szolnok megyei 3-as országos egyéni választókerület választási bizottságának az ülése. 16-án szerdán fog a választási bizottság összeülni, és a jelölteket nyilvántartásba venni. Ezek után mi következik az előttünk álló időszakban? Hát jelen pillanatban még előzetesen bejelentkezett több párt, most nem is emlékszem pillanatnyilag, azt hiszem, hogy 8 van, de tulajdonképpen most is van még lehetőség egészen 25-éig, tehát jövő héten péntekig lehet jelentkezni még, akár függetlenként, akár pártok színeibe, képviselőjelöltnek, és az ajánlóíveket még fel lehet venni. Tehát ennek a lezárása fog következni, és amint az ajánlás időszaka lezáródik, akkor meg lesznek a jelöltek, a választási bizottság megállapítja a érvényes jelöléseket, akkor felkerülnek a képviselőjelöltek a listára, ami alapján majd a szavazólapokat összeállítják, az egyéni választókerületi szavazólapokat. Ez lesz az egyik szavazólap, mint tudjuk, az országgyűlési választás. És a pártok listákat is állíthatnak, országos listákat. Ez a listás szavazólap fogja tartalmazni azokat a jelölő szervezeteknek a nevét, akik elérték az érvényességi küszöböt, és országos listát tudtak állítani. Az országos listán is képviselőjelöltek juthatnak be a parlamentbe, ezt nagyon jól tudjuk, hiszen 106 egyéni választó körzetbe egyéni jelöltek jutnak be, és az összes többi pedig a országos listákon kerül majd kiszámításra, mandátum elosztásra. A kampányidőszak után elérkezünk a választásokig, beszéljünk róla, hogyan fog zajlani, mit lehet tudni a részletekről. A kampányidőszak gyakorlatilag a választás napjáig, április 3-áig fog zajlani. Ez az időszak azért jelentős, mert a választópolgárok állandó mozgásban vannak, tehát itt átjelentkezésekre is sor kerülhet. Ennek a lehetősége most már több
módon is történhet, akár online módon, akár hagyományosan levélben, vagy személyesen. Ennek a lezárása március 25-én, pénteken 16 óráig fog történni, akkor le kell zárni. Tehát a továbbiakban már mozgásra nincs lehetőség, csak esetleg olyan történhet, hogyha valaki visszavonja az átjelentkezési kérelmét. Az átjelentkezést annál a választási irodánál kell begyújtani, ahol lakcímmel rendelkezik az állampolgár, tehát ami a lakcímkártyáján van, és a lakcímkártyáján érvényes adatok alapján Magyarország belterületén bármelyik választási körzetben szavazhatnak, és ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy én úgy szoktam mondani, hogy a választópolgár után viszik a szavazólapot, tehát egy karcagi választópolgár, hogyha Sopronba adja le a voksát, akkor is a karcagi jelöltre vonatkozó szavazólapot fogja megkapni. Milyen okmányok szükségesek a szavazáshoz? Hát általánosságban mutatom minden olyan okmány, ami a személyi azonosításra alkalmas, lakcímkártya, útlevél, személyigazolvány, vezetői engedély. Tehát általánosságban ezek az okmányok alkalmasak, mind a lakcímek igazolására, mind a névre, mind a születési adatokra, mind a személyi azonosító számra vonatkozólag. Helyileg hol lehet majd szavazni? Hogyan lesz kialakítva, melyek az elképzelések? Hát hagyom, nem változott Karcagon, tehát ugyanaz a 16 szavazókör lesz, mint ami eddig volt. Azokon a helyeken lesz. Egy szavazókör lesz, ami kiemelt, és arról részben beszéltem, hiszen az átjelentkezőknek olyan is előfordulhat, hogy valaki majd, ha most az előző példámat veszem, akkor Sopronból Karcagra jön, és akkor itt akar szavazni. Ez a szavazókör lesz a Dózsa-György út 4, ha volt általános iskola, vagy Uri Kaszinó, ahogy a karcagiak ismerik. Ez az a kijelölt szavazókör, ahol akik átjelentkezéssel jönnek, ott adhatják le a voksaikat, illetve azok a karcagi állampolgárok, akik csak település szintű, azaz városi lakcímmel rendelkeznek. A koronavírus járvány sajnos köztünk van, nyilvánvalóan már azért nem olyan intenzíven, mint az elmúlt évben. Mégis befolyásolhatja a szavazás menetét? Hát nagyon reméljük, hogy nem. Most jelen pillanatban tudjuk, hogy zárt helyeken, üzletekben, intézményeknél, hivatalban maszkviselés használata kötelező, ez jelen pillanatban ugye adott. Hát nagyon remélem, hogy talán olyan lesz a járványügyi helyzet, április 3-áig ez megoldódik, és talán még ezt sem kell viselnünk. De ha kell, hát akkor természetesen erre is fel vagyunk készülve, hiszen csak emlékezzünk vissza az időközi önkormányzati választáskor, amikor ugye polgármestert választottunk meg egy képviselőt, akkor pont a járvány közepén voltunk, és hát végül is azt is meg kellett oldani. Mondhatom azt is, hogy egy kicsit ilyen példaértékű volt, mert abban az időszakban az országban ilyen nagyobb helyhatósági választás nem volt, csak Karcagon. Hogyan tervezik, hány óráig lesz itt a szavazókörök? A szavazókörök nem változik, a nyitvatartás reggel 6-tól este 7-ig, tehát 19 óráig fognak működni, addig lehet leadni a voksokat. Mozgó urna igénylésére van-e lehetőség is, hogy igen, milyen? Igen, mozgó urna igénylésre is van lehetőség, hiszen szükség is van rá. Vannak mozgásukban korlátozott emberek, akik egyébként más módon nem tudnák a választási jogokat gyakorolni. Ennek a lehetősége szintén több rétű, mint az átjelentkezés, ugyanolyan formában, gyakorlatilag levélben, hagyományos módon, személyesen meghatalmazott útján, online módon, és személyes azonosításra alkalmas módon, tehát ügyfélkapun keresztül, vagy pedig, hát én úgy szoktam mondani, ez a legegyszerűbb megfogalmazás, hogy e-mailen. Ennek az időpontja, ez március 30-a, amikor hagyományos módon lehet a mozgóna igényléseket beadni. Április 1-én személyesen, és április 1-én után már csak a
szavazatszámláló bizottságoknál lehet, azaz április 3-án online azonosítással, illetve meghatalmazott útján 12 óráig leadni. A külhonban élő szavazók milyen feltételek mellett tudnak szavazni? Hát azok a magyar állampolgárok, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, ők levélben adhatják a szavazataikat. Ezen a választáson csak listára adhatják le a voksukat, tehát egyéni képviselőjelöltre nem tudják, viszont mivel ez országos népszavazás is lesz, ezért a népszavazási hívre is leadhatják a voksukat levélben. Ennek a módja egy kicsit más, hiszen postán kell feladni ezeket a voksokat, és ezt a Nemzeti Választási Irodánál fogják majd végül is megszámlálni és hozzáadni az eredményhez. Az urnazárást követően mikorra várhatóak az elsődleges eredmények? Az attól is függ, hogy milyen lesz a részvétel. Véletően, és nagyon reméljük egyébként, hogy magas lesz a részvétel, de én úgy gondolom, hogy egyfajta eredmény már olyan 10-11 óra magasságában lehet, de azt hozzá kell tenni, hogy a külhonban leadott szavazatok, tehát ugye nem beszéltünk arról, de vannak olyan magyar állampolgárok, akik külföldön élnek, és ők a külföldi képviseleteken adhatják le a voksaikat, azok természetesen nem lesznek még beleszámlálva, sőt azok sem, akik átjelentkezéssel máshol adták le a voksukat, ez később kerül, tehát egy ilyen 100%-os adattal nem fog tudni rendelkezni akkor az ország, de én azt hiszem, hogyha nem nagyon lesz kiélezett, tehát hogyha lesz valamennyi különbség, 10-15% különbséggel már nagyon jól meg lehet határozni az eredményt. Jegyző úr, a választások előtt várjuk még vissza egy stúdióinterjúra, és köszönjük, hogy elfogadta most a meghívásunkat. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!